Na sziasztok fiúk, lányok, Paplova vagyok, és Star Citizennel fogunk játszani, de ami még fontosabb azon kívül, hogy mivel fogunk játszani. Mint tudjátok, ez a játék eléggé hánytatott sorsú, kicsit lassan készül, legalábbis a fanatikusok azt mondják, hogy kicsit lassan készül, de igazából rohadtul lassan készül. Viszont a lényegi rész az, hogy most 5 napig ingyen ki lehet próbálni. Sőt, mivel 30-a van és van még a hónapból, ezért tovább december 5-ig ingyen próbálhatjátok ki a Star Citizent. Hogyha YouTube-on nézed ezt a videót, mert valószínűleg ezt ma fel fogom tölteni YouTube-ra, akkor bizony a videó leírásában megtalálod a linket, viszont hogyha élőben nézel itt a twitch.tv/paplovagon, akkor a beírod a chatbe, hogy felkiáltó jel SC, alias Star Citizen, akkor már meg is kapod az infót az egészről, alias, hogy hol tudsz regisztrálni. Ha azon a linken keresztül regisztrálsz, akkor mind a mellett egyébként még extra pontokat is kapsz, ami azt jelenti, hogy extra pénzt fogsz kapni a játékba. Nekem van egy csodálatos, varázslatos és nagyon jó fej arcnézőm, aki teljesen up to date általában ezzel a játékkal, és azt kell, hogy mondjam, hogy linkelt nekem egy patch notot, hogy mi az, ami várható a következő patchbe, ami most decemberbe fog kijönni, méghozzá december elején, és akkor ezt így kommunikálnám is felétek, mert miért ne? Hiszen egyébként most van az a rész, amikor kezdem úgy érezni, hogy lehet, hogy érdemes lesz hosszú távon foglalkozni a játékkal, nem csak patchenként elővenni. Szóval mi az, ami a decemberben lévő 3.8-as szerverben lesz majd? Lesz egy Server Side Object Container Streaming verzió 1. Ez egy technológia, amivel most már nem kliensnél, ezt nem nálad tárolják a dolgokat. Valószínűleg ez azért jó, mert hogy kevésbé lesz szétcsúszva két ember között, hogy mi van nálad, és mellette meg terhelés vesz le a gépedről. Lesz egy Planetek V4, ez gyakorlatilag amikor leszállsz a bolygóra, annak a kidolgozását fogja átalakítani, valószínűleg még gyorsabb, esetleg még szebb vagy részletesebb lesz. A Mikrotek megjelenik, ami egy új bolygó, és bizony nagyobb, jóval nagyobb és változatosabb űrállomások is lesznek, amikbe akár egyébként lehet majd aludni is, szóval egy újabb ilyen úgynevezett, hát otthon lakás dolog tudtok menteni, amikor kiszálltok. Érdekesebb küldetéseket ígérnek, ami nekünk mindig jó, hiszen eddig is jó pofák voltak a küldetések, de hogyha érdekesek, akkor akár még izgalmas is lehet az egész. Jön a Law System 2, ami azt jelenti, hogy a büntetéseket a terminálon keresztül kell majd befizetni, alias, mint hogyha egy csekket fizetnél be. Viszont, hogyha sokáig elmulasztod ezeknek a befizetését, akkor megkapod a crime statot. A hekkelés részletesebb lesz, a büntetéseket egyesével lehet csak törölgetni, de sokat egyszerre nem lehet, mert ki fogja zárni a rendszer, alias, hogyha hekkelsz és látja, hogy hú, hát ez már sokat törölt meg ilyenek, akkor lebuksz, és kapnak egy küldetést a játékosok, hogy téged meg kell állítani, alias mennek osztán jön a küldetés, hogy le lehet téged zúzni. Emellett Platform Persistence-t ír, hogy nem kell wipe-olni patch-ek között, csak hogyha szükségesnek látják. Alias, lehet, hogy végre amit keresel, baszki, megtartatod. Azt írja, hogy a UEC-t, a hajókat, a fegyvereket, megmaradnak addig, amíg nem tartják úgy, hogy most már bizony valamiért wipe-olni kell. Alias nem fogjuk úgy érezni, hogy minden hónapban, második hónapban kezdjük előre az egészet, és ki van vele a tökünk. Igen, megváltozik a dolog még a harcban, megjelenik majd a közelharc. Ok. Emellett van egy olyan, hogy Argomol, egy új hajó, méghozzá egy 3 személyes bányászhajó lesz. Lesz 3 lézere, és 2-szer annyit tud tárolni majd, mint a Prospector. És egyből flight ready lesz. Szóval 3.8-ba, akkor ez valószínűleg meg is jelenik, bele is rakják. Van még nekünk egy új hajónk szintén, az Anvil Pishes, ami a Karaknak a kis hajója, 3 személyes flight ready-ként fog bekerülni ez is. És jönnek az újjádolgozott hajók, és az új hajók, amik bekerülnek, például Cutlass Red, az Esperia Prowler, és az Anvil Karak egy kicsit csúsztatva lesz, de elméletileg kijön a 3.8-as patchben. Ami, mint mondtam, még fontos,
és megint fontos, hogy a játékot most 5-ig ingyenesen ki tudjátok próbálni. Szóval, hogyha bármennyire is érdekelt a Star Citizen. Ha csak annyira is, hogy elfut el a gépeden, most írd be a chatba, hogy felkiáltalj SC, vagy nézd meg a videó leírását YouTube-on, mert ingyen ki tudod próbálni, és hogyha ezen a linken regisztrálsz, akkor bizony még extra dolgokat is kapsz, meg hát persze én is, és akkor te is boldog vagy, és én is boldog vagyok, és űrkalózkodunk, és szétlünk mindenkit a vérbe. Na viszont, nézzünk bele a játékba, ami valószínűleg hangos lesz még az elején, de ha nagyon, akkor majd dolgozok rajta. Itt is van. Initial head. Gyakorlatilag kiválaszthattuk a karakterünknek a nemét, ami igen. Utána van nekünk a variáció. Ó, ez nem is olyan rossz. Hú, vagy lehet, hogy ez még szimpatikusabb. Jó, és begin blending. Na most van az, hogy választasz egy másik arcon, és megpróbálod a kettőt összekeverni, és ezáltal kihozol valamit belőle. Mindegyikből raksz bele egy picit. Inkább az a izé, az a tepsifejű gyerek volt nekünk a jó szerintem. Nézzük csak meg távolabbra. Hey, hey, hey. Hey. Jaj, a skint, azt ne! Nehogy ráragdok skint, tesó! Jól van, oké. Uram, atyám, a skint rá lehet rakni. Várj, itt az orr. Az orra, hogyha rányomok... Az orrt is így lehet blendeni, hogy mennyire hasonlítson a másiknak az orrához. Ó, hát ez világi. Jó, hát nekem körülbelül ilyen órom van. Ezt így tudom hozni. A szemöldökkel rendben vagyok. Igazából a pofával is. A szemet kellene megváltoztatni. Nézzük csak a szemet. Jó vagy. Nyúlvesú B. Szép napot mindenkinek. Drex, nagyon szépen köszönöm. Nevető arc. A change colorra semmi se történik, ez a kedvencem. Ó, de igen, csak lassan. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Hát nem lesz lila, jó? Ó. Egy jó barnát, egy stabil barnát adjának. Uram, atya, mert ez fekete. Szét van tépve a gyerek. Na, ez tökéletes. Varágy, söröm, hogy még mindig nem lehet szakállat választani. Pedig már nagyon illene. Nézzük a hajakat. A hajak legalább egy kicsit stabilabbak. Aha. Úgy emlékszem, hogy ez volt az a haj, ami nekem szimpatikus volt. A fasz, hát ez az én hajam. Csak nekem lelóg eddig. De ez egész jól állna. Oké, szuper. Kellő toka megvan igazából. Szerintem így jók leszünk. Nem tudom, hogy mit lehetne még rajta változtatni. És nem is akarok rajta változtatni. Maximum szem az egy kicsit lehetne kisebb. Van nekünk egy... kisebb szemű dúdunk. Mi van? Ez a füle, bazd meg. Nem vagyok teljesen fogyatékos, csak olyan 70-80%-ban. Ah, ezt így élem. Aj, de jó lenne, hogyha tudnék rárakni egy szakállat, anya. Hát én nagyon kis boldog lennék. Fú, bazd meg. Hát igen, ez majd a 2 év múlva talán lesz ilyen testem. De elfogadjunk. Confirm, yes, Siri. És mehetünk akkor a Stanton Systembe. Visit location. Nincs olyan, hogy rázúzzak a haveromra? Mert hogy azt láttam, hogy a Tom az online. Ő az úri ember, aki szokta tolni ezt, mint az állat. És bemegyek a lovagok asztalához. Ott akár, hogyha megvan a játék, be tudtok csatlakozni. Randomizáló. Van olyan is, így van. Van randomizáló is. Kíváncsi vagyok, megint egy jó ideje nem voltunk, és ilyenkor mindig az van, hogy egy backhalma szokott lenni a játék. Megnézzük, hogy pozitívan változtattak-e rajta. Én annyi negatív dolgot olvastam a patch notes-ba, hogy így félve nyúltam hozzá, de úgy öltem vele, ha már 5-ig ingyenes, akkor csak megnézzük. Hát csak illene belenézni. Kíváncsi vagyok, hogy Tom észreveszi a játékot, és rárepül-e, hogy itt vagyunk. Mármint a streamet, mert a játékban benn van. Mert ő az, aki a legjobban vágja ezt. Ő volt is kinn náluk, beszartan.
Hol a faszomba vagyok? Ne! Kérlek, ne logolj ki! Hogy szállok ki az ágyból? Hú, valami változott. Spotify biztos kell ez? Hát kilőhetem a Spotify-t. Annyira hangos? Én halknak éltem meg. Régen nyomtam egy előrét, és akkor kiszállt az ágyba. Aha, lehet, hogy most a logoutot megtaláltam. Hogy szállok ki az ágyból? Ne húzzál már fel. Mi ez a bogyó itt? Jó, ez az inventorim. Fuck yes. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, hogy szállok ki az ágyból a vidéken. Miért csak logout van? Lie down. Hát fekszem már. Ennél lejjebb fekszem, akkor az már baj? Akkor az már halott. Get up. Ó, siker, jól van. Mi ez? Hol vagyok? Elmentem valami bolygóra, és azóta ez megjegyezte. Emlékeztek, hogy mi hol voltunk? Elmentünk az árkorba. Like, really? Hát én erre nem is emlékeztem. Mit keresünk mi az árkorban? Hát jó, jó messze szült minket a világ. De jó, és ennyi idő után megjegyezte? Wow! Hát azóta volt patch. Jó, igaz, hogy nem nagy patch, de patch volt egy csomó. Ez a folyosó. Mi a másik? Ez egy mosdó? Ó, hát ez itt a mosdó. Dare Forgi. Kis izé, körönvágó. A fogkrém és szerintem... Hát van rajta egy bika. Ki mire gondol egy bikás kenőstől? Ha ez nem potencia növelő, akkor semmi. Bár nem értek a potencia növelőkhöz. Akciós Viagra ír. Írd be a felkiáltója Viagrát a chatbe. Wow. A páncélom most megvan meg minden, mindjárt kimegyünk, azt átnézzük a karakter. Nem. Ez milyen érdekes. Újra meg kellett csinálni a karaktert, szóval volt vibe. Viszont... megjegyezte, hogy hol logoltunk ki, hogyha megjegyezte, hogy hol logoltunk ki. Nem vagyok benne biztos, hogy megjegyezte, és egyébként nem ez az új kezdőmező. Azt mondja, hogy open van, oszt nincs. De ez nagyon fura. Hello? Rémlik, hogy mi itt árkorban egyébként, mint hogyha vonatoztunk volna. Hammerhead, Kasaba. Level 2. És erre gondolom meg a többi szállás lesz. Aha. Hát gyakorlatilag egy hotelben vagyunk. Nem a legdrágább, de hotel. Azt írják, hogy sok a server crash itt a chatben. Ah, jó hangzik. Gondolom ez azért is lehet. Uram, atyám, hánysz. Ground floor-ra vigyél le. Azért is lehet, mert most ingyenes ötödikig a játék. Felkiáltója SC-t írt be a chatbe. Töltsd le a játékot. Próbáld ki. Csokolom, papivok. Nálad lehet küldetés felvenni, dude? Mi a véleményed erről? Make a delivery. I would do that. Aha, ez egy kicsit bugos, hogy a legalsót nem tudom kifálasztani. Make a pickup. I think you're confused. Aha. Jó, akkor először fel kéne vennem azt a küldetést.
és utána lehet nála ilyet csinálni. Nézzük meg! Vegyünk fel egy küldit. Azt mondja, hogy Delivery pilot for Korvalex. Honnan kell felvenni? From Korvalex Independence Concentration. Nekem olyan kéne, ami innen van. Search and Seizure. Vannak mercenárik. Van valami nem tudom mi. Magic Trick. Request for Cleaner. És vannak a Baconek. A Baconek a legfinomabban. Hát figyú, nézzünk valami szaftosat. Nem írja, hogy ez melyik rendszerből van? De itt van. Arc Corp Mining Area 45. Ez az RNR Arc 1. We got another, ez, aha. Another picked up, ez mining facility, Shal 2. Shal 2, az pedig. Most vagyunk Arc Corpon, el tudom képzelni, hogy ez valahol a környékén lesz. Mondjuk Lyriánál. Aha, innen kell elvinnünk gyakorlatilag a fővárosba. Mármint tehát a másik városba. Csak azért mondom, hogy főváros, mert az egy kurva nagy város. Legyen. Nyomjunk egy szállítós küldin. Cool. Aha. Ha megtaláljuk, hogy ebbe a városba hol van egyébként a leszálló pálya. Lehet, hogy előtte azért be kéne vásárolni. Arc Corp Plaza. Gyerekek, hát ez nagyon biztos. Ez mi ez? Rakétaburító. Getsz, adjál már egy rakétaburítót, ne legyél már köcső. Ó, oh, szuper nachos. Chubby Blast. Mit lehet venni a Chubby Blastba? Fegyvereket. Try a rifle, pistol or shotgun. Hú, de szép sniper az ottan. Ah, itt a Chubby Blastban vannak izék is, páncélok. Ez a fejér, ez egész jól néz ki. Te itt maradtál Halloweenről, vagy mi? Értem. Fú, ez nagyon Twitch. Hogy néz ez ki? Ez már mondjuk gizdán néz ki. Ez a sárga meg olyan izé, nem tudom, olyan bányász. Ó, erre is vannak még ruhák. Ezek viszont ilyen undersuitnak. Ó. Hát ez a izé, bazd meg. Overwatch. Meg Master Yi. Ez micsoda? Personál túl. 11 UEC-be kerül. Hát azonnal veszünk egyet. Chubby Blast, azaz. Nem nézel az ez, Bora, hogy milyen hajók milyen hajókat lehet ingyen kibírálni? Arra vettem még fel egy küldit, hogy el kell menni oda, és ott az expo az már úgyis útba esik. Csak előtte megnézem, hogy milyen fegyók vannak, mert csak egy páncélba mennék oda. Hol van egy konzol, ahol meg tudom ezeket venni kényelmesebben, mint hogyha ránézek? Simán elmentem mellette. Eddig nem így néztek ki a konzolok. Volt egyfajta, vagy max 2, aztán kalap. Hát ez sokkal jobban néz ki. ODP Wild. Mi leszünk a lovak fehér ruhában? ODP-t kell nekünk keresni. És abból is fehéret. ODP Wild. Kár, hogy nincs olyan, hogy izé teljes szetet megnézni, és akár mondjuk akciósan megvenni. Van itt ADP, de... Kurva messze van a fehér szinta.
ilyen pókszemű, az meg fura lenne. Vagy nem? Legyünk Masterig? Lehetünk Masterig, kipróbálhatjuk, csak ez csak 20%-ot ad. Itt van a full Cyberpunk és nincs egy kereső doboz. Hát ez még új ez a játék. Azt azért vegyük figyelembe, hogy ez még erősen alfa. Örülök, hogy egyáltalán lehet benne bármit csinálni. Nem csak várom a pénzemért, hogy legyen belőle játék. Hol van a dip... Most... Van fehér páncél, de nincsen fehér nadrág? Te most szopatsz engem? Na várjál. Én tudja, hogy láttam itt egy fehér páncél. Ez lesz az ADP, fogadjunk. Hát, kurvára nem. Nézzük meg a statisztikáját. Nem néz ki rosszul. Egész jól áll. A legrosszabb esetben most eddig aztán vettünk egy kart. Meg talán egy sisakon. És megnézzük azt a Mark X-et. Mondjuk ez a G-helmet sem néz ki rosszul. És 30%-os damage reduction lesz, ezt veszük. Oké. Okay. Azt mondja, hogy kell nekünk egy Mark X-es láb. Méghozzá fehér. 30%-os damage reduction ezt megadja, de azért körbenézek még, hogy hát ha van itt a 40%-os fehérbe. Mert azért az csak gizdább lenne, de nem, jó, megvan a láb is, és a torzó. Abban viszont lehet, hogy megveszük a legkeményebben. Oké, okay. Megvan elméletek a teljes ruha, ami nekem még kellene. Undersuitból valami fehér. Vagy gyengéden szürke. Nem néz ki rosszul. Milyen rucit vegyünk? Uram, hogyha elkezdek nekik egy skifi játékot csinálni, és basz meg, most már nem ott tartunk, hogy skifivel játszom, hanem most már simszezek. Most már simszezek. Karaktert csinálunk, megveszük a kis ruhácskáját is, meg minden. Bocsi, ne haragudjatok. És akkor csak kéne valami fegyver is nekünk. A multitoolt azt megvettük, flare az nem kell nekem. Sniper helyett én ballisztikus Behringer ágyú. Azt mondja P4AR. Veszünk egy P4AR-t. És kéne hozzá töltény. P4AR. P4AR. Magazine size, igen, effektív 50. Behringer Offload Rifle. Offload Rifle, tudok beszélni. P4AR itt van. Oké, okay, ebből veszünk egy... négy tára. Király. És hogyha már itt vagyunk, hogy Behringer AR and stuff. Hol van a Behringer AR? Azt mondja, hogy size 2-es, rámegy egy 2-es optika, rámegy egy 2-es barrel, és egy 2-es under barrel. Szóval... kell nekünk egy barrel. Hmm.
Barrel, barrel on the sun, kompenzátor. Ez size 3-as, az nem megy rá. Ez size 1-es, az kicsi. Size 2-es. Ez hangtompító. Vegyünk rá egy hangtompítót. Oké. Négyszeres optikai zoom, szerintem az is jó, hogyha van. És akkor még egy underbarrel megy rá. Underbarrel, azt se tudom mi ez. Fú, de jó vagy. Bex, nagyon szépen köszönöm, 28. hónapja, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ez underbarrel, ez az underbarrel, jó, oké, size 2 kell nekem. Pont itt nincs olyan? De lézer van például, egy size 1. A size 2-es rámegy a size 1-es. Bár itt lenne a Tom. Szia, Sisi! Az a Tom gyerek, az sok mindent tud. Csak mondom. Letem a size-okat. Size 2-t keresünk. Suppressorban megtaláltam. Ez optika. Ez barrel, ami nem underbarrel. Hát veszünk egy size 1-es underbarrelt. Most mi lehet a legrosszabb dolog, ami történik, nem tudjuk rászerelni. Ki a faszt érdekel? Melyik volt az ez, ugye? Fidesz, flashlight, egy lámpa gyakorlatilag. Jó. És akkor felrakjuk magunkra a fegyókat, meg a páncélt. Kezdjük szerintem a páncéllal. Oké, szép fehér. Van nekem subscriber flare-em? Nincs, mert nem vagyok az. Vettem 2 sisakot is. Én erre szavazom. Így. Így. És így. Gyönyörűek lettünk. Ja, és még kell a fegyver. Így. Optika. Barrel. És rámegy az underbarrel. Király, van rajta lámpa. Jó. A kis pisztolyra nem vettem semmit, és nem is akarok. Viszont berakjuk izéket, a tárakat. Oké, és még egy tárat berakunk. Cool. Amire még szükségünk van egyedül, az medpack. És azt hiszem itt nem... Az meg itt vannak a medpack. Lehet venni egyszerre többet, vagy így mindig csak egyet lehet. Miért nincs continue shopping? Hát én még vennék. Veszünk 2. Az se baj, hogyha 3. Oké. Szupi. Berakjuk ezeket is. Az utility-nél lesz, hogyha jól emlékszem. Egy medipenünk ezek szerint volt alapból. És akkor még bedobok párat. Ah, egyszerre 2 lehet. Jó, akkor szarni rá. Oxypennek még nem láttam annyi értelmét, de veszünk azért egyet legalább. Szar lenne, hogyha elfogyna az oxigénünk idő előtt. Talán amikor nem voltunk a bányában, ott para volt. Valami rémlik, hogy fogyott az oxigénünk. Oké, és tök jó egyébként, mert felrakja így az oldalra. Hogy megnézitek, ott vannak a vörösek, a medipenek, meg oldalról ott van a kék, ami az oxi. Az is fasz, hogy minden látszik a karakteren, ami van. Már csak meg kell találnunk gyakorlatilag a felszálló pályát. De előtte még megnézzük a ruhákat.
Á, ne haragudjatok! Meg kell nézni, hogy vannak-e új rúcik. Új is vannak. Csókolom, csókolom, a Netka vagyok. Fújúj, mi a Black Friday volt? Eléggé le van posztva a bolt. F4-jel tudom kívülről nézni magam. Úgy nézek ki, mint a Mass Effect-ben azok a teknős arcok. Uram, atyám, hallod, maja a méhecske ruha. Milyen ciki lehet, amikor... ezek a strici cipők. Azt a mindenit a strici cipők. Hát ez nagyon... Uram, atyám. Nagyon gangster. Csabának ilyen cipője lenne, látom. Ilyen vagy az a fehér. Inkább a fehérbe felvenne hozzá mondjuk egy fehér zakót. Itt lenne hozzá neki a kis nadrágja. És vele hozzá egy ezüst kabátot. Nagyon jól áll neki. Jaj. Fiúk, lányok, ne felejtjétek, látom, egyre többen is többen vagyunk, hogy most 5-ig ingyenes a játék. Hogyha szeretnétek becsatlakozni, használjátok a chatbe a felkiáltó SC-t, ott a link, azon keresztül regisztráljátok be, és kaptok majd extra pontokat, extra pénzt, amiből tudtok vásárolni a játékban. Hát, én lehet, hogy eltévedtem. Szia, Made Light! Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, hova a faszomba megyek a vidéken. Így. Így már kényelmes. Mi ez, egy Erste bankos automata? Úgy néz ki. UEC Banking, beszarsz! Ingyenes készpénz felvétel. Wow! Ja, hát még nem működnek, de akkor is wow! Alakul ez a játék. Egyre hitelesebb a város. Azt írták, hogy erre van a pláza. Just do it! Make your dreams come true! Köszönöm, Fanny. Wow, igen. Hát ez a rész szinte biztos, hogy le volt zárva. Viszont így most már tudom, hogy hol vagyunk. Mert ez volt az első olyan város, amit meg lehetett annó nézni. Mi van? Lehet, hogy itt van az expo. Idén itt tartják az expót. Tavaly nem itt volt az expó. De akkor el se kell mennünk messze, ahogy megnézzük a hajókat. Mi van ma? Aerospace? Unwilless? Vagy mi? Show floor this way. Jaj, egy külön vonat visz engem az expóra. Hát én kérek elnézést. Én kérek elnézést. Csokolom, a vonat megérkezett. Le is csücsülhetnénk, hogyha akarnánk, de hát csak nézelődnék közben. Gelbiz, savor the squash. Ez valami zselész cukorka le. Remélem jó irányba nézek. Mi? Oh. Nem. Bemegyünk a metró elejére, vagy mi ez? Az űrmetró, az űrmetró, az űrmetró, az űrmetró. Olyan jó az űrmetró, bizony kurva jó. Ja, azért ez így laza. Repkedni a felhő cirkálók között, vagy mi ez? Felhő karcolók. Uram, atyám, és az lesz a izé? Ne, egy stadion. Oh my fucking god. Mi a fasz? Oh my god. Egy frankú stadion. Olyan halk, mint a 3-as metró, bizony. Készült Magyarország kormánya támogatásával. Oh, baby. És itt egy játékos. Csás, ráció volt? Faszák voltak a hajók? Nem tudom, hogyan kell emótolni, de...
rá tudok világítani így. Te meg googolni, oké, akkor te se tudod, hogyan kell emote-olni. Pedig van, aki emote-ok. Kérni kell jegyet? Csókolom, szeretnék két jegyet a izére, a Frozen 2-re. Léci. Kávé to go. Hogy megy kávét, ne legyél már buzi. Tudok venni kávét? Akkor lopunk. Á, nem lehet lopni. Feláborító. Szia, Lina! RSI, vagy mi ez? Aegis? Micsoda az M50? Nem emlékszem hirtelen. Ez itt Anvil, az biztos. Mert olyan hajóm volt. Olyan meg sajnos van. Ja, Istenem, azt a Retaliator-t mikor fogják megcsinálni használhatóra? Lehet kapni ízit? Aegis-es pólót? Menj már picsába, biztos veszek egy Aegis-es pólót. Azonnal. Sapka nem tetszik. És ez micsoda? Jaj, meg ízit is le, expós pólót is veszünk. Hát persze, hogy veszünk. Hát elmegyek egy Twitch-konra, meg ilyenek, és ne vegyek pólót, sapkát is veszünk. Ez megmarad egy életre. Na nézzük. Éria 18. Több show floor van, az igazság. Vagy erre jöttünk be, és fogyatékos vagyok, az is meg lehet. Oh, baby. Az egy Hornet. Felismi. Ott van az alján, ott a cut lesz, az a retaliator lesz. Hú, vannak RSI-s pólók is, az is jól néz ki. Origin, Anvil Aerospace. Hú, hát a fanbolyokban az meg itt nagyon boldogok. Drake, Consolidator, Outland. Hú, ezek itt az aranyhajó gyűjtemények. Ebből azt hiszem van egy darabom. Oh shit, fuck me. Hú, ez micsoda? Itt még nem láttam. Na jó, menjünk először. Ezt átugrom. Csá, srác, milyen volt? Tetszett? Király volt? Nehogy válaszolj, rohadjál meg. Tudok venni űrhajó modellt is egyébként itt. Oh baby. Jaj, de szép vagy. Hát igen, ez lesz az MMORPG, ami tutira, hogy elveszi az életünket, amint kijött. Majd egy olyan 2085-ben. Kezdjük az egyes floornál, én azt mondom nektek. Oh baby. Nem túl gyors a lift. De legalább még itt is elhiszik, hogy van értelme a liftbe hirdetni. Ez sose fog kiállni, úgy látom. Anyát, picsáját, hát mi az a hatalmas izé? Az mi a rákom ott? Az a Reclaimer? Vagy mi? Uram, atyám, de hatalmas. Ez a Gladius. Gladiusunk volt. Lecseréltük. Szerintem ez is egy Gladius, a változatosabb kedője. Csak az a Valiant, ami nem tudom, hogy miben más, de más. Oh my fucking god. Azt a büdös mindenit. És ez egy kicsi hajónak számít, gyerekek, csak hogy így tudjátok. Ú, ott is van egy nagy dög. Meg ott is vannak dögök. Uram, atyám, de jó. Oh my god. Szia, Zsóti.
Fiúk, lányok, mint mondtam, felkiáltolja SC a chatbe, hogyha ki szeretnétek próbálni a játékot. Jelenleg 5-ig ingyenes. És ki lehet próbálni ezeket a hajókat, úgyhogy ki tudod bérelni, és ki tudod vinni. Csak kibérelni tudom, nem tudom itt nyitogatni, meg dolgok. Kibéreljük az összeset. Fel nem baszol ki. Így van, kolbász, ez csak egy sima salvage hajó. Mármint nem ez, hanem az óriás. Gyakorlatilag hajóroncsokat tudsz vele szétszedni, és pénzét enni. Ez szerintem annak a variáns, csak más ágyú van rajta, nem? Vanguard? Ezek vanguardok lesznek itt végig. Vagy ne legyen a nevem fahoz vert lófasz. Így van. Mondjuk annak van a legszebb teste, azt valljuk be. Nem gyakran mondom ezt gépeknek, de neki van a legszebb teste. Uramatyám, geci, ezt az óriás hajót, ezt azonnal bérelni akarom. Add ide. Ne is, őt még nem lehet bérelni. Hát ne húzzál fel! Hát én ezt bele akarok ülni és vezetni akarom, anya! Lehet bérelni. Keci? Jaj! Le kell törölnöm a könnyeimet. Le kell törölnöm. Kecó, ezt a hajót kivisszük ma. Ezt az űrhajót ma kivisszük. Van, aki már szedi a játékot és esetleg lejött neki? Mert akkor bejelölöm barátnak. Hát azért ezen a hajón szerintem elférünk mind a 230-an, akik itt vagytok. 260-an akarom mondani. Fiúk, lányok, most ingyenesen le tudjátok tölteni. Tudom, hogy olyan vagyok már, mint egy törött lemez, meg ilyenek, ami beakadt és újra-újra játsza. De felkiáltója SC-t írjátok be a chatbe. Töltsétek le a gémet. 5-ig ingyen tudtok játszani vele. Az a baj, jó pofa ez a hajó, meg jó pofa az a hajó, de én azokat a hajókat szeretem, aminek van élettere. Bazdmeg, és ez még mindig a hajó, hallod? Akkora picsája van, mint a jövendőbeli néger feleségemnek. Gyönyörű. Lehet, hogy mi már használtuk ezt a hajót egyébként egyszer. Volt egy nagyon Alien Isolation-ös hajó, amin sokkot kaptam, és ez nagyon hasonlít így hirtelen. De nem vagyok benne biztos. Azaz, szaracény asszon állat. Ebbe az egész gengel felé, bazd meg, ez lesz a izing. Az otthonunk. Bazd meg, mekkora. Hát én ezen most szét vagyok. Én ezen most teljesen. Szent szargalacsin. Jó, oké. Nézzük meg a másik szintet. Kis hajóval is lehet nagy cirkuszt csinálni. Értem ám az utalást, Zsolti! Hány giga a játék? Tudja, a ráktestű csöves déma, nem tudom sajnos megnyitni. Bex nem jön Star Citizen-ezni, mert nem rakja fel a ízét. Bár most már megcsinálták, hogy ne legyen bugos a lift. Ne az legyen, hogy eltűnik az alja elméletileg, de SSD-re nem fér fel neki. Na nézzük a kettes szintet.
Az meg egy Hammerhead. Az egy Hammerhead. Uram, atyám, ki tudok bérelni egy Hammerheadet ingyen? Hát most esik le! Csak az egy Hammerhead. Hát eddig nem tudtam kibírálni. Gecire kivisszük azt a Hammerheadet? Uram, atyám, de kivisszük azt a Hammerheadet. És mi ez a izi lopakodó itt? Hát ezt is kipróbáljuk. Add ide. Add ide, de az anyjamban. Ó, bébi. Mindent elviszek egy körre. Olyan vagyok, mint egy igazi strici. Na. Na, ismerős. Kedves Eresi, mikor csináljátok meg újra ezt a szegény hajót? Ilyen űrhajón van egyébként. Csak egy csöves. Kurvára nem működik jól. Mármint, de igen, jól működik, hogyha van 5 haverod. De egyedül kiviszed ezt a hajót, akkor egy repülő lófasz. Na nézzétek, srácok, annyira egy szar! The Stalker. Azok is jók egyébként. Kezdő hajókat néztek egyébként is, nem a legkisebbet, hanem egyen nagyobbat. Akkor ezt például tudom ajánlani. Ez egy jó hajó. Ez melyik? Ez a Stalker, az a lopakodós cucc. Ebből van luxus? Melyik szinten van a nagyhajó? Most érkeztem meg. Hát mind a két szinten van nagyhajó. Az egyiken a Reclaimer van, a másikon pedig a Hammerhead. Ez meg a Titan. Ezek jó pofák. Fú, geci ez a Hammerhead. Melyiket vigyük ki először? Vagy melyiket próbáljuk meg kivinni először? A Reclaimert vagy a Hammerheadet? Kérlek, döntsetek. Csinálok egy szavazást róla, most már tudom, hogy van ilyen. De arra vagyok kíváncsi, most kipróbáljuk ezt a cheer-es cuccot, hogy ezzel boostolni tudtok, vagy csak cheer-el tudtok ilyenkor izelni, szavazni. Beállítottam egy bitre, csak hogy megnézzük tesztben. Mert hogyha boostolni lehet a szavazatodat, akkor van értelme. Ha csak úgy tudsz szavazni, hogyha izélsz, hogyha cheer-elsz, akkor az viszont fasság. Szóval kérlek, nézzétek meg és mondjátok meg, hogy hogy lehet. Boostolni lehet. Annak van értelme akkor viszont. Jó van. Úgy állítottam be, hogy egy bit, egy szavazat. Jó van, köszönöm teki. Nem tudtam, hogy ez hogy működik. De jó vagy. Petra kisasszony, nagyon szépen köszönöm. 11. hónapja. Lassan egy évesek leszünk. Hát akkor el kell menni vacsorázni, nem? Megyünk a Sir Lancelotba. De rég voltam ott. Tudsz leadni plusz egy szavazatot. Király! Mindössze egy extra szavazatot tudsz leadni. Egy csírér az most tök jó áron van. Majd akkor azt lehet, hogy ezt mindig így csináljuk és egy kicsit megemeljük, hogy ne egy csír legyen mondjuk. És döntetlen 50-50-ben vagyunk, baszki. 50-50-ben vagyunk. És Kerog még buffolt is. Kerog, köszönöm szépen! Kőpapíróló, fej vagy írás. Amelyik magasabban lesz.
Oké. Ez gondolom mind ugyanoda visz. Arra vagyok kíváncsi, hogy itt viszont van még egy érjem. Az érja 18. Hogy itt mi van? Engem sem vittél 2 évesre, de te nem vagy hölgy. Didgeridoo. Meg egyébként is, téged beled mennék el randizni, akkor honnan tudnánk, hogy ki fizet? Ki lesz az úr? Ki lesz a hölgy? Szia, Feroz. Csatlakozhatok, mögötted vagyok. Ez te vagy? Te vagy a hátizsákos srác? Haha, és tényleg bólogat. Hello, mi? Azt mondja, hogy adtuk contracts. Left bracket accept. Elfogadtam, és elment a hajónk. Király, és már benne is vagyunk a grúbban. Uram, atyám, hogy ezt mennyire megkönnyítették. Emlékeztek régen, mennyit szoptunk, hogy egy csapatba legyünk? Rengeteget. Rengeteget szoptunk. Üvöltve gargalizáltunk. Nagyon jól nézek ki, nagyon csini vagy ebbe a citromsárga szerkóba. Látom, van rajtad ilyen bányász hátizsák, meg ilyenek. Zárva van fingerprint readerrel. Megjött a vonatunk. Gyere, Feroz, gyere! Ja, és közben meg egy másik csávó most fut be. Csá! Érezd jól magad, kurva nagy hajók vannak! Hatalmas hajók vannak, tesó! Hát ez gyerekek világi. Azt a mindenit. Én mondom nektek. Ez világi. Mondjuk nem értem nagyon ezt a magenta színezést az ablakokon, de... Ja, hát Expo. És az Expónak a színe az most ilyen. Jó, oké, most már értem a színezést. Felragasztottam. Sirius, ingyenes a Star Citizen 5-ig! Felkiált, hogy SC-t írt be a chatbe. Ingyenes 5-ig, és ki lehet próbálni rengeteg hajót. Most akkora hajók vannak benn, minden nap más a hajó. És most óriás hajókat. Egy óriás csatahajót fogunk kivinni, meg egy roncsszedő hajót. Uram, atyám, Sirius, szedd le, ingyenes. 5-ig lehet tolni. Vasárnap, akartam is írni nektek, hogy szerdán, hogyha még az benne van, nem tudom, hogy 5-e, hogy nem-e tolunk Star Citizen-t 3-an. Hát ez kurvára 6-a. Vasárnap. Hát szerda az már izé lesz, nem? Vagy elnéztem egy hetet? Szerda 6-a. Szerda 6-a sajnos. Na nézzük. Hogy egy péntek 6-a? Szopadtok? Ó, rossz kalender, rossz kalender. Benne van 4-e. 4-e a szerda. Akkor meg kell beszélni Zsoltival, hallod? Meg Zenivel, meg ilyenek is elmegyünk űrözni. Mekkora lenne már? Megmutatom nektek a izit, a Star Citizen. Szerdán toljuk már együtt. Ja, jó, csak mindenhol az expót hirdetik. Merre van a kikötő? Az a pláza. Az a convention spaceport. Én azt mondanám, hogy spaceport. Nem? Csókolom, uram, meg tudnám mondani, hogy merre van a mi úrunk Jézus Krisztus és a dolgai? Jaj, ne, hát van itt még egy magyar csávó is. Nem vettem be a partiba. Meg tudom hívni így? Na várjál. Carlos Britbibrből. Cia neve is jó hosszú.
Add to contracts. Jó. Zsolti on board. Ja, már írtál is neki? Hát én azt mondanám, hogy a spaceport az merre van? Mert az előbb elmentünk a convention. Ja, de ma akkor arra mentünk, és erre van a spaceport. Jó, oké. Jó, az Arcorp ez nekem még egy kicsit új. Igen, ez lesz az. Jó, oké. Másik metrót kell fogadni. Jó, hát elég nagy egyébként, szóval ez egy hatalmas város például, Sirius, nem tudom, hogy te mennyire vagy még képbe a Star Citizennel, hogy hogy áll. Van benne pár főváros, most majd jön még, de úgy van, hogy tavaly az előző nagyvárosban volt, egy másik csillagrendszerben. Most itt van, és ez olyan város, ahol itt ilyen, hát ilyen űrvonatok vannak egyelőre, vagy légvonatok, nem tudom, hogy hívjam ezeken. A másik városban pedig metrórendszer van. És az ilyen hatalmas nagy város szeletek között gyakorlatilag így tudunk gyorsan közlekedni. Meg így egyébként így tudunk közlekedni. Torpedo burrito. Mua. Muchos grande. Papi, te kapsz valamit, hogyha ezen a linken reggelek? Igen. Te is kapsz valamit, kapsz 5000 UEC-t, meg mellette úgy van, hogyha végül tetszik a játék és megveszed, akkor nekem gyűjtögeti, hogy hány ember vette meg, és attól függően én kapok egyébként szintén extra zsetont a játékba, meg ingyen hajókat, meg ilyenek. Már elég sokan vagyunk egyébként. Szerintem már egy ilyen 40-en vagyunk. Oh shit, mert van már egy account, de megnézem, hogy mit teltek. Jól van, Sirius, hát nem erőszak a disznótól, hogyha nem jön össze, akkor nem jön össze. De hogyha ezen regelsz... Mennyibe kerül egy full alapcsomag? Srácok, bele fogok menni, jó? Bele fogok menni, mert a játék azért nem olcsó, azt bele kell venni. Két része van a játéknak, amit kell tudnotok. Lesz egy single player része, ami a Squadron 42 nevet viseli. Ebbe lesz benne Mark Hamill, ebbe lesz benne a Henry Cavill, ebbe lesz benne Gillian Anderson, Gary Oldman, rengeteg hollywoodi sztár. Az egy single player élmény lesz. És van mellette a Star Citizen, ami már most játszható, az az MMORPG része a játéknak, ami egy nagyon durva multiplayer lesz. Viszont, mivel rohadt nagy lesz a multiplayer, és nem lineális, mert egy teljesen free game, mármint nem ingyenes, hanem a világ nagy szabad, ezért nem tudom, hogy mit akartam mondani. Teljesen elfelejtettem. Szóval ezért külön van, külön kell megvenni. Kérdezi, hogy ingyenes a játék? Medve, hogyha beírod a chatbe, hogy felkérhet, hogy SC, akkor kapsz egy linket, amin keresztül, hogyha regisztrálsz, akkor most 5-ig ingyenes. 5-ig tudsz játszani vele. Na nézzük, kérjünk ki egy hajót. Aha. A Reclaimer és a Hammerhead-nél a Hammerhead nyert először most. Egyetlen oka van, az van felül. Sajnos nem fut jól a legtöbb gép. Ez így van, ez a játék még alfában van, nagyon sok még nincsen kész belőle, rengeteg dolog nincsen kész belőle. Viszont ettől függetlenül ki lehet próbálni, hogy hogy fut most a gépeden. Nagyon sokat fognak még rajta optimalizálni. Szóval fosni nem kell. És váratlan sosem lesz kész. Őszinte legyek, Sirius, hogyha sosem lesz kész, de nagy ütembe elkezdenek hozzáadni tartalmat, mint ahogy már egyébként elkezdték a városokkal, a küldetésekkel, a parti rendszerrel, mindennel, akkor engem annyira nem is zavar. Lehet már benne bányászni, lehet benne kereskedni, lehet drogot csempészni, van benne külön hacker rész, hogy leszed magadról a bűnözési státuszt, a következőben már még több dolog lesz, a stream elején elmondtam, hogy mi minden. Engem annyira nem zavar, ha folyamatosan fejlesztik és csinálják. Nulesubé, 24 meglepett arc.
Végre itt. Nagyon szépen köszönöm. Jó játékot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Robesz. Szerintem én eltévedtem. Hol a pöcsönben vannak a hangára? Oh. A hangár feliratnál hát hol lennének, te ostoba? És a heteset keressük. Vagy a hetes szinten van? Imádom egyébként, hogy gyakorlatilag úgy van megcsinálva, normálisan, mint egy város. Nem az, hogy találd ki, mi hol van. Hát baszki, felnézel a falra, ott van a tábla. Hangárok. Arra kell menni. Nagyon ráfeküdtek arra, hogy valósághű legyen a játék. Egy valósághű skifi. És a hetes hangárt keressük. Jó reggelt, unalmas! El kell mennünk most a SAL 2-s Mining Facility-be. De oda majd valószínűleg a Reclaimer-rel megyünk. Nem a Hammerhead, de a Hammerhead-et most csak megnézzük. Na ez a Hammerhead. Most ingyenesen kibérelhető. Ha ma letöltitek a játékot. Érdemes. Felkiáltója SC. Tudom, hogy olyan vagyok, mint egy beragadt lemez még mindig, de... De ja... Hol vannak a liftek ezen a szaron? Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, hol a lift a vidéken? A seggén kell bemenni? Én itt látom a helyét egy liftnek. Hol van a gomb hozzá? Ó! Oh. A srác már megtalálta, eljöttem. Oké. Okay. Oh, up. Wow, 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 wow. Üdvözlök mindenkit a bérelt Hammerhead-en. Valószínűleg egyébként erre fogunk gyűjteni, hogy ezt meg tudjam venni. Ez a hajó nekem kell. Nagyon egyszerű, hogy miért. Sirius, nem tudom, itt vagy-e még. Ha igen, akkor mindjárt meg fogod tudni, hogy miért, és szerintem hirtelen neked is kell majd. Van parancsnoki szoba is, nagyon jól néz ki. Components. Ja, és így a hajóknál is, hogyha megnézitek. Itt vannak a menekülő kapszulák, feliratozva minden. Itt van egy ágyú, hogyha beszeretnénk szállni. Az 5000 in-game kredit mennyit ér? Bérelni már tudsz belőle dolgokat. Nem tudom pontosan, még az van, hogy még azok ilyen beműködnek. Szóval UEC még nincsen. Itt, ha megnézitek, felkapcsolom a lámpámat egyébként. Ez itt a crew quarters. Itt van a személyzet. Hát emeletes ágyak, szóval nem kell azt gondolni, hogy hirtelen rohadt jó lesz, de ebből van több is. De a kapitányi szoba, az világi. Ha megtalálom. Felső szinten lenne? Van itt pár szint. Komponensek. Ah, ez a izé. Engineering Station. Power on. Whoop. És innen tudjátok irányítani a hajót. Jaj, hát ezzel bekapcsoltam a áramot, most már lesz világítás. Kikapcsoltam a pilácsot. Ráadtuk a gyújtást a hajóra, gyerekek, hirtelen van fény. Na nézzük, cargo, engineer, ott a bridge. Captain quarters, na, Sirius. Kis kapitányi szállás. Ide ki tudod rakni a izédet. Hogyha vannak flerjeid, bármilyen trófeáid, szintén a falra ki tudod aggatni. Kis ez a, kérem fáradjon be a kapitány irodájába. És akkor leülni, hogy... Jaj, kapitány, de én nem akartam megfogni. Nem akartam megfogni az alient. Nagyon jó. És itt van a külön hálószobája a kapitánynak. Kis öltözővel. Bizony, kis izé, vitrin.
a szveg cipőkkel, meg minden. Saját fürdő, hát nehogy már. Hát majd itt, hát és vámpírok vagyunk, mert nincs tükörképünk. Le lehet húzni a WC-t? Még nem lehet. Akkor ne kakíjatok, léci, nem lehet lehúzni a WC-t. Meg még nem működik az zuhany se. De egyébként máshol már működnek az zuhanyok, csak még új ez az a hajó. De, oh baby. Azért ez így gizda. Mi a neve a hajónak? Aegis Hammerhead. Nézzük meg a bridge-et. A hidat. Csá. Akkor a hajó, hogy el lehet tévedni benne. Arra van a híd, erre pedig egy ilyen dokkoló van. Arra két ágyú, vagy négy, nem vagyok benne biztos. Ó, és a híd lefele van. Azt hittem felfele visz. Szerintem ezt kétszer nyomtuk meg. És itt van a parancsnoki híd. A hajónak egyébként körülbelül a 20%-át gyártuk be. Szóval ez egy óriási hajó. A híd túl messze van. Szerintem nincs olyan messze a híd. Miért lenne messze a híd? Na nézzük meg a Reclaimert. Az ilyen nagyon Alien Isolation-ös hajó, hogyha jól emlékszem. Szerintem azt egyszer már tudtam nézni, de kivinni nem tudtam azt a hajót. Egyébként, hogyha érdekel, hogy hogy néz ki titeket az ágyú belülről, akkor azt is meg tudjuk nézni. Itt vannak az ágyúk. Hát ez egy pöppet még bágos, úgy látom. De ez egy ágyú. Let's deal with it. Egy pár centivel lejjebb kéne rakniuk a fejemet, és akkor ez így működne. Remélem nem fog meghalni a karimetben. Jó van, nem. Oké, erre mi van? Erre van a bridge, arra a másik ágyú. Azért nézzük most már végig a hajót, hogyha itt vagyunk, jó? Itt van egy lift, azzal levisszük magunkat. Volt nekünk még egy szintünk. Itt megint csak a menekülő kapszulák vannak, és egy még egy ágyú. Rengeteg ágyú van azon a hajón gyakorlatilag. Tényleg ez egy igazi fasza csata hajó. Itt van a hajtómű. Egy, nem néz ki jól egyébként, nagyon csúnya. Nagyon csúnya ez a hajtómű. Hátul találunk még ágyukat. Mint mondtam, srácok, most 5. ingyenes a játék, felkiáltója, SC-t írjátok be, lassan már 400-an leszünk. Fel tudok menni a izén is? Fel tudok menni a létrán, nem kell liftot használni. Cool. Itt vagyunk fenn, itt van megint egy engineering station. Talán az étkezőt gondolnám, hogy erre lesz. Így van, itt az étkező. Talán az étkezőt gondolnám, hogy így van. Itt az étkező. Itt történik a varázslat. Ez itt a kajáda. Vent access latch, ez a ventilációs szisztem. Itt van a mikro, a ez a sütő. Ez mikrohullámos sütő lesz szerintem. Kávé, víz és bab. Ezek szerintem ilyen pohár automaták lesznek. Ez a szemetes. Itt lesznek a konyhai evőkészletek. Ez lesz itt a raktár a kajának. Ez itt a spice. Szóval nem kell sokat gondolkodni, hogy miért lesz ez a játék nagyon durva, hogyha kijön. És azon se, hogy miért tart ennyi ideig. Melyik űrhajós játékban van az még, hogyha több személyes hajó is van, hogy hihető életteret alakítanak ki. Hálószobákkal, étkezdékkel, spejzzal,
vécikkel, zuhanyzókkal, szóval olyan dolgokkal, ami gyakorlatilag alapvető, hogy kellene lennie rajta. Shield generátor. Ezt meg tudom nyitni? Nem hiszem, mert rajta van egy warning. Mass Effect. Így van. De az egy single player játék. Egy MMO játék nem nagyon van. Hoppá. Hát, ha nem akarsz jönni, nem kő. És ezzel meg lemegyünk, gondolom ez ugyanaz, mint hogyha a létrát használtuk volna. Csá, te mihetsz a létrán, jó? Jó van Csaba, este Tali. Itt megint csak Turet van, szóval tényleg rengeteg ágyú van. Azt mondja, hogy Cargo és Engineer Room. Erre megint csak kilépő van, erre volt a komponent, itt kapcsoltuk be a hajót, de azért nézzünk még körbe, hogy ezen kívül van-e még bármi használható itt. Nincs. Ja, meg már lassan van klán. Klánrendszer. Nem tudom, hogy ezt berakták-e már. Ha nem a következőben, azt hiszem már benne lesz a klánrendszer. F11 a chat. Még azt hiszem nincs. Vezethető állapotban van a hajó? Persze, hát most a hangárban vagyunk. Kiszálljunk és visszaszálljunk? Szeretnétek? Ez itt a raktér. Na most ezt általában le lehet engedni, hogy tudjunk pakolni. És így is van. Lehet, hogy sok minden van ebben a játékban, de annyi minden van benne lassan benne, hogy nekem már sok... Az van, teki, hogy nem kell mindent használni. Szóval itt vagy ebben a játékban, és azt csinálhatsz, amit szeretnél. Veszel magadnak egy izét, egy sima utazóhajót, és csak bejárod a bolygókat, elmész, horgászol benne, szedsz virágokat, lehet virágokat szedni már benne, vagy csak bányászol, egyszerűen... Veszel magadnak egy taxit, és embereket furikázol, hogyha ahhoz van kedved, és közben elbeszélgetsz, hogy ki a fasz, megismerkedsz velük. Ez egy sci-fi életszimulátor gyakorlatilag. Bármire van lehetőséged. Szeretnél versenyezni, veszel magadnak egy versenyhajót, vagy egy versenymotort, vagy egy versenykocsit, és mehettek pénzért versenyezni. Vagy roncsvadász lesz, így van netkor. Ott van a következő hajó, az lesz, amit megnézünk. Lemegyünk, kiszállunk a hajóval, legalábbis megpróbálunk, és talán visszajövünk. Van rá egy olyan 70%, hogy össze fogom törni a hajót, mert nagyon jó vagyok benne. Ilyen bőm nagy cucca, nem mennék kis hajót vennék. Ennyi, de érted, van egy kis hajód, meg minden, és megbeszélnénk, hogyha van valami olyan, ami miatt mindannyian kellünk, hogy találkozunk egy bolygón, és oda repül mindenki, és ott beszállunk együtt ebbe a nagy hajóba, és együtt elmegyünk egy jó közös vakációra mondjuk. Elveszhetőek a hajók? Minden hajóra van biztosításod, így nem, és játékbeli pénzbe kerül a biztosítás értelemszerűen. Maximum több pénzt veszítesz. Power on. Hol a flight ready rajta? Lehet, hogy már a flight ready. Akkor imádkozom, hogy ne törj össze minket. Na, dolgozom rajta, csak még nem találom a flight ready-t például. Látom a gombokat, ott az ára. Exterior. Engine on. Oké. Azt kikapcsoltuk. Oké. Zárva van a hajó. Szerintem mehetünk.
pillanat. Meg kell kérni a kiszállási engedélyt. Megkértem a srácot, aki itt ül velem, hogy kérje meg. Ha már ketten vagyunk a hajóban. Felszállási engedély, hogyha megvan adva, akkor kinyitják a kapukat. Regeltem egy új accountot a kódoddal. Köszönöm, Sirius Chan! Eljutok addig, hogy megkérem én a felszállási engedélyt. Csak még nem akarom. Megkérte. Szuper. És megadták. A lámpákat látom, hogy ott égnek. Azt mondja, hogy Contracts Landing Services. Lehet, hogy nekem kell kérni, mert én vagyok a kapitány. Ja, én vagyok a kapitány, nekem kellett kérni. United Random, nagyon szépen köszönöm a raidet! Oké. Okay. Nem törjük össze a hajót, profik vagyunk. Kiszállunk a hajóval. Júj! Egy kicsit lehet, hogy lekarmoltuk. Gyermekeim! Az apró kis Aegis Hammerhead, amiben itt ülünk elő. Látjátok? Ott van a két pilóta. Ott ülünk benne. És ennel felhúzom a kis lökhárítóinkat. Baba, mi? Lőni nem fogunk bele. Na, viszont azt mondtuk, hogy ezt fogjuk csinálni. És utána megkérem, hogy kivisszük a másik hajót. Szóval kérünk egy leszállási engedélyt. És mászlink van, ugyanegyre akarnak lerakni minket. Aha. Valószínűleg két darab hely van, ahol le lehet parkolni, és pont ez az egyik. És próbálom nem lezúzni a hajón. Kec. Óvatosan. Aj, hát ez nagyon szűk. Elő jók vagyunk, hátul egy kicsit még nem. Elő még mindig jók vagyunk. Most már szerintem hátul is. Meg kell emelni az órát egy picit, hogy érvesbe legyen. Szuper. Most már csak az érdekel. Kiraktam-e a leszállókat? Kiraktam. Ajaj. Emeld meg a nóziát. Fordítsd egy kicsit. Nem.
Nem. Nem. Nem. Nem töröm össze a hajót. Azaz szép lassan visszafordítjuk. Szép lassan visszafordítjuk így. Így. Oké. Okay. Jól van. Szuper. Megemeljük a nóziát nullára. Úgy vagyunk vízszintben. Oké. Okay. Ah, ott vannak a csávok. És lerakjuk szépen. Érzéssel. Landing incomplete. Ah. Fú. Oké. Okay. Nem törtök össze a hajót. Ez hatalmas, hatalmas. Plusz. Engine off. Power off. Oké. Okay. Kinyitjuk a hajót. Ó, bazd meg, ott volt végig a flight ready. Jó van. És gyermekem az úrba, így van, ahogy űrhajót vezettek. De hogy szárok ki a székből, azt egyébként nem tudom. Most visszakapcsoltam a flight ready-t, mi? Hol van az exit? Erre lehetne egy gomb, ami egyébként valószínűleg van. Mondjuk hosszan az R? Nem, hosszan az E? Hosszan a Q? Hosszan az előre? Csak húzogatja, mint a csöves a pöcsét ez aluljáróba. Úgy emlékszem, hogy oldalra nézel, akkor kell lenni egy exitnek. Ő se erőlteti, hogy kiszálljon a kocsiból, szóval lehet, hogy ő se tudja, hol van. Weapon systems offline. Danger. Shields overheating. Ő kiszállt. Hogy kell kiszállni? Segíts! 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 Zégom. És ha nem? Ez az ébetű. Ott a flight ready. Hol az exit? Keresd meg az exitet, baloldalt. Baloldalt van? Tükröm, tükröm, mondd meg nekem, hol van a kijárat a vidéken. Megnézem a hotkey-be inkább. Keybindings. Pedig az az, igen, annak kéne lennie. Bal felül azt mondja. Faszom. Faszom! Engedj ki a hajóból! Ajaj. Nem kéne összetörni. Az I az, amivel tudok így nézelőd. That's for sure. Azt a cuccot azt összekeveri? Szóval ott meg akkor Y? Nem. Aha. Hát akkor nekem Frankon az I-nek kéne lennie. Amire kurvára nem csinál semmi. Na várjátok. Controls. Any vehicle. Ez nem az. Edit. Oké. Okay. Na figyelj, itt vagyok a kokpitben, kurvára ki szeretnék szállni. Mi lenne, ahogyha kiszállnék a... ezzel.
Uram, atyám. Akkor... mondjuk ezzel. Jó, a pauzt nem használja semmire. Én itt lakom! Én itt lakom! Kapcsold le az áramot talán. Na jó. Megoldom, kibelogolok. Az egyek lett az Y. Ó, hát ez lehet. Most már mindegy. Olyan realisztikus a játék, hogy beszorulsz a székbe. Hát én egy ilyen kicsit éhes srác vagyok, tudod. Valaki egy kis gyors ragasztóval oda ragasztott? Lehet, el tudom képzelni. Join these friends, undefined. That's my favorite. Oké, okay, hát akkor visit any fucking location. Majd rám joinolnak a srácok. Kíváncsi vagyok, hogy visszarak-e a hajóra, vagy elrak az ágyamba. Ez ugye kiderül. Szerintem attól is függ, hogy most ugyanarra a szerverre joinolok-e vissza. Feroz azt írja, hogy már eltűnt a hajó. És én is. Töccsé, baby, töccsé. Azt akarja, hogy repülj. Repülök, csak most a izit beszéltük meg, hogy a Reclaimert visszük ki. Szia, Green Mouse. Oké. Okay. Tehát az ágyba kerül. És működik az E betű. Splendid. Na. Nyisd ki az ajtót szépen. Páncélunk, fegyverünk megvan. Level 2. Hívjuk a liftet. Szerencsére sokat nem kell utazni egyébként a hangárokhoz. Mindenki írja, hogy mennyire fel van hype-olva az új patch-től. Hát én is. Onnantól kezdve, hogy nem lesznek itt vibe-ok olyan gyakran. Lesz értelme játszani, lesz értelme elmenni bányászni. Például én biztos fogok bérelni egy bányászhajót, vagy csak elmenni kézzel bányászni. Gyűjteni a pénzt. Hogy tudjak venni egy nagy hajót. Szia, Laker! Arcor Plaza. Kettes zóna. Plaza fele voltak a hízők? A hangárak, erre nem emlékszem. Hol a többi játékos? Találkoztunk már egy csomó arccal, de hát ez egy kurva nagy világ. Rengeteg csillagrendszer, mármint rengeteg bolygóval, meg bolygórendszerrel. Azért nem olyan egyszerű ez. Trade development. Tényleg, és akkor most ilyenkor a küldetést, azt megjegyezte, vagy ilyenkor az droppolja? Az droppolja. Jó, kell nekem egy olyan, amit felveszek viszonylag közel. Hát az Arcor Mining Area-k azok elég közel vannak. De utána meg... Hearthstone-ba kell elvinni. 6000-ért megcsináljuk. Oké. Okay.
Én erre emlékszem erre a... gömbre. Ez a pláza? Oszt nekem háttal állol, te paraszt. Én meggondolom, minden köszöntet az embereket. Trading shipping konzol. Itt lehet vásárolni dolgokat és eladni drágán. Megosztod a küldit? Itt vagytok újra ezen a szerveren? Mert nem vagyunk szerintem partiban. Halló? Hú, de szép vagy, bazd meg. Gyönyörű vagy. Igen, van olyan egyébként a játékban, hogy a kamerádat nézi, és megpróbálja rárakni az arcodat az a karakterednek az arcára. És amikor ilyenkor FaceTime-oztok gyakorlatilag, akkor a te arc mimikádat másolja le. Mindjárt megnézem, hogy hogy lehet megosztani küldetést, mert én még annyira szűz vagyok, hogy... hogy nekem... nem rémlett, hogy van sharebomb, de most már van. Ez is egy újítás. Kaszába, nem akarok a kaszábába menni. Arra liftek vannak. Ez mi ez? Akármennyire azt írja, hogy nyitva van, zárva van. Van, vagy lesz-e olyan hajó, amiben másik hajót lehet tárolni? Már van. Már van? Persze. És a következő patchben jön egy olyan, amiben nem ilyen egyszemélyes kis hajókat lehet tárolni, hanem akkora lesz a hajó, hogy egy háromszemélyes hajó belefér. Trading Expo. Csókolom, nem tudják merre van a hangár, kurvára eltévedtem. City Flight Transit, hát le... Aha, kezd ismerős lenni a hely. Ah, Spaceport, megvan. Jól van. Szuper. Ki szeretnétek próbálni, hogy hogyan fut a gépeteken, srácok? Felkiáltad SC-t, írjátok be a chatben. SC, jön a link, azon regisztráljatok. 5-ig ingyenes. Ha egyszer véletlenül elkészül, akkor pár embert elvisz az EVE Online-tól. Hát, szerintem nagyon sokat, legalább egy 20%-ot legalább el fog vinni. És akkor lehet, hogy keveset mondtam. Lehet, hogy van az 40. Tudjátok, mit nem csináltam meg? Kérdeztétek, hogy mennyibe kerül egyébként a játék, amikor kilép a fizető státuszából. Mindjárt megmutatom nektek a kezdő csomagokat, jó? Csak még kimegyünk ebből a metrószerűből, ebből a tranzitjáratból. Ahhoz el kell készülnie? Tudod, mi kell hozzá? Egyedül szerintem, hogy ez a játék már élvezhető és olyan legyen, ami embereket vonz be. Hogy ne legyenek vibe-ok. Ha abba hagynák azt, hogy vibe-olgatnak össze-vissza, és mindig újra kell csinálni a karaktert, meg ilyenek, akkor erre ráfeküdnének. Így is vannak nagyon sokan, akik ráfekszenek, de akkor még durvábban. Mert akkor éreznék, hogy van értelme. Hány fősek most a szerverek? Fú, hát az előbb néztük meg. 80 volt talán? Nem emlékszem. Nem tudom sajnos fejből. De tervezve, hogy úgy legyen, hogy minden egy ilyen kis rész, egy mini szerver legyen. Szóval, hogy egyszerre a világban lehessenek több tízezren vagy százezren. És viszont egy csatánál mondjuk 80 ember lehessen benne.
or something like that. A location-ök még, bár kövi két nagy percben azért jönnek, szépen nincsen még server meshing, szóval ja, papi mondja, egy város külön szerver. Igen, 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 igen. Igen, csak azt erősítetted meg te is. Megjön majd a izé, a server meshing, és akkor szebb, tisztább, szárazabb érzés lesz. Csókolom, biztos úr. Green zone. Szerintem itt kell kikérni a hajót. Aha. Király. Na nézzük. Azt mondja, hogy őt kérjük ki. Jó kis atlasz, ja. Azt mondjuk, hogy a 3.7-ben már tesztelték, hogy ne legyen wipe, aztán a 3.7-1-ben mégis lett. Állítólag a 3.8-ban már nem lesz. Ez a customs. De is szeretnéd, hogy egyszer összejöjjön. Én is, mindenképpen. Give to your carbine. Whammers. 2801. Always a good time. Szerintem ő a srác velünk, nem? Hello, te nem a srác vagy, aki magyar? Lehet, hogy most véletlenül meghívtam egy srácot. Ti emlékeztek, hogy hanyos hangárban van a hajunk? Mert én nem. Szerintem ez nem a magyar srác. Azt írjátok, hogy 11-es. Közeledünk. Másik szerverre majd. Oh, shame. Na! Reclaimer. Vigyük ki a bébit. Szia, lovak killer. Uram, atyám, de gyönyörű ez a jó. Jó, gyönyörű az erős szó. Robosztus. Azt akartam használni inkább. Az a kérdés, hogy hol van a beszállósdi? Gondolom, hogy nem ennyire alacsonyan itt a pocakjánál. Hol lehet? Lehet, hogy ott a seggénél volt? Vagy lehet, hogy az egyik lábán kell beszállni? Amit még remélem, hogy a Dual Universe sikerül megoldani, hogy több százan lehessenek a szervereken. Remény, ha meg utoljára. Próbálkoznak folyamatosan, csak az engine-nek azért vannak hátrányai, meg azért valljuk be, hogy elég durva dolgokat terveztem. Szerintem itt kéne ezt kinyitni. Ha, meg is van. Ajaj, ki ne lapicskedsz. Csókolom, csókolom, Anetka vagyok. Jaj. Hogy itt van egy csomó minden. Cargo hold, salvage hold. Salvage, processing, habitation deck, salvage. Hát kezdjük a izénél. Cargo holdnál. Ez itt a raktér. Illetve ez még nem az, mert most először a salvage-re nyomtam, de mindjárt levitettem magunkat oda.
Mondom, mindjárt levitetem magunkat, de... Lehet, hogy mégis ez az. Hát mondjuk néz úgy ki, mint egy... Mint egy raktér. Ah, ez egy lift. Miközben a szemetes lift. Hova a faszomba ment a liftem, hogy ennyi ideig tart visszajönnie? Okay. Megpróbáljuk még egyszer azt a cargo holdat. Tényleg ez az izé volt, Salvage, mert oda van írva, azért mondom, hogy büdös volt ez nekem, hogy azért ez nem az. Ott akkor, ahol most voltunk, oda a szemetet rakjuk. Ez itt a cargo. Vannak is kis kampók, meg bugok, amikor kiesek az űrhajóból. Hát ez most kínos. Jó, viszont túléltük. Ez jó volt. Szia, Voli! Na szóval... Megpróbáljuk még egyszer a cargo holdot. Mind the gap, oda kéne rakni, hogy átugorjam azt a szart. Nekifutásból megyünk. Hát, hogy meg kellett volna várni, amíg az ott lemegy. Na szóval. Itt vannak a kárgók. Egyébként sokat segíteni, hogyha adnék gyújtást a hajón, mert azért ilyen sötét, mert erre se raktam még. Tudjátok, utána normálisan égnek a lámpák, nem csak ilyen izében vannak. Ilyen szeretetben. És látjátok, itt vannak a nagy erejű elektromágnesek, amik tartják egyébként a szállítmányt. Feroz meghívott a partiban. Elfogadjuk, jó? Oké, ezt megnéztük, a salvage processingre felmegyünk. Ott dolgozzuk fel gyakorlatilag ezzel a hajóval azt a sok szemetet, amit felszedünk. Szóval a szétroncsolt hajótesteket, Unzo Weiter. Ahogy nézem, itt is főképp ilyen rakterek vannak. Gondolom majd kell hozzá multitool, vagy valami, hogy ez szét lehessen vágni őket, szét lehessen szedni, és utána egyébként ez a lifttel szépen lerakjuk őket. Oda, ahol már feldolgozva vannak vala. Egy szinten feljebb fogalmam sincs, hogy mi van, de egy ilyen erkély biztosan. Csak bérlem a hajót, Lovak Killer most 5-ig ingyenes a Star Citizen. Ha érdekel, írd be, hogy SC a chatben. Habitation Deck. Akkor lehet velük kereskedni? Vagy scavengert nyomni, mint a Rage Jakun? Lehet velük kereskedni, hiszen van raktere. És tudsz scavengelni is, hiszen főképp egyébként ez egy scavenge hajó. Nem kifejezetten raktárhajó, de van raktár része. Ezek az űrruhákat felveszitek, jól. Két oldalán. Sub my deck. Crew quarters. Ez itt a izi, a legénységi szállás. Minimálisan talán szebb, mint a Hammerhead-be szerintem, viszont kevesebben is férnek el. De legalább van kilátások oldalán. Azt itt fölmosattatok volna! Kis fürdő.
külön négy fürdőkabinnal, kettő fürdőkabinnal és kettő WC-vel. Ez elég jól néz ki. Szia, baby! Hogy aludtál, Foxy? Hogy vagy? Szegény beteg baby. Oké. Öltözőszekrények. Nagyon sok öltözőszekrény. Talán indokolatlanul sok. Kapitányi szoba. Ezt sem mondanám csúgyának, de látszik, hogy ez a inkább praktikus. Vacsora. Snack. Fú, nem biztos, hogy akarom tudni, hogy ezek milyen snackek. Megpróbálom elképzelni, hogy csoki. Ez itt a kapitányi rész. Itt van a saját ágyikója. A saját fürdőszobája. Hát ez egy salvage hely, szóval de csodálkozzunk rajta, hogyha nem úgy néz ki a kapitányi szoba, hogy elájulunk tőle. Ettől függetlenül azért fasza, szóval azért beköltöznénk. Én egész jól vagyok, köszönöm szépen, Foxy. Hopp, innen jöttünk. Balra, jobbra, balra, jobbra. Nézzük, mi van balra. Docking collar, ez meg a mess hall lesz gyakorlatilag, ez a konyha. Kajcsi, snackike. Azt sem tudom, mi az, de visszaszámol. Reméljük, hogy ez a szavatosság nem pedig robban. Szia, Tom! Le lehet ülni, lehet kajcsizni a srácokkal. Itt nem látok kiírást. Itt van még valami. Ez egy dokkoló rész. Mit keres itt egy dokkoló rész? Pedig ez bizony egy dokkoló rész. Oké. Erre mehetünk tovább. Hatalmas az ajó. Itt van a terkepek. Itt ez azért egy kicsit klaustrofób, de legalább létezik itt egy ilyen kis szerverszoba. Gondolom, hogy ennek az ikertestvéjét lesz. Nem, erre vannak a menekülő kapszulák. Nem túl sok? Három. Kár, hogy ezekben nem lehet még bemenni, megnézni. Oké. Uramatyám, de gyönyörű a... izé... a hajtómű. Gondolom, hogy ez az. Az engine. Ez itt nem tudom mi. Mi ez? Drone operation szín. Ó, hát itt drónokkal tudunk mahinálni vele. Az menő. Nézzük csak meg. Milyen menüt látunk a drónoperáló dologban? Legalább adunk áramot a hajónak. Gondolta Otto naivan. Huk. Oké, power on. Jó, ez valószínűleg még nem működik, még a drónrendszer az nincsen megcsinálva. Ettől függetlenül legalább megnézzük. Nem akarja letölteni? Hogy? Mit csinál pontosan? Ez egy turret access, szóval itt van valószínűleg ágyú, de előtte még körbenézünk máshol. Itt a gravitációs szoba, akkor ez a gravitációs engine. Ezt csinálja nekünk, hogy legyen gravitáció a hajón. És erre lefele mi van? Csak lemásznék ezen a létrán, hogyha már itt van egy létra. Szóval, sav. Lemész, és csak egy láva folyam van itt. Kiátrálok. Ó, oh, hello, mi? Ez szerintem a subdeck. Aha! Itt a daráló, gondolom. Úgy sejtem, hogy itt morzsolják le a gépalkatrészeket, hogy fém legyen végül belőle.
Itt úgy látom, hogy többen is dolgozhatnak rajta. Scanning Station. Valaki már van a hajón. Ja, itt van a izé. A srác. Itt egy srác. Az óceán partján. Scanning Station. Erre mi van? Szerintem ez a híd. Ez a parancsnoki híd lesz. Ja. Meglepne, hogyha nem innen kéne irányítani a hajót. Main deck. Ez mi ez? Hol lift? Vele nem működik ez a lift hívó. Nem működik még a lift. Shame on them. Na jó, én azt mondom, hogy vigyük ki a hajót. Nézzük meg. Úgyis az volt a vágy. Hú, hát hogyha a Hammerheadet nem zúztuk le, akkor reméljük, hogy ez sem. Megvárjuk, amíg Feroz is beül. Cool. Oké, megkérjük a felszállási engedélyt. Amit egyébként itt is megtudnánk, hogyha szeretnénk, csak szólok. Nehogy azt higgyétek, hogy csak ilyen szarokba lehet. Itt átkapcsolod ezt. Landing Services is megkéred. Szóval full, full fasza. Ez hiba volt. Magasabb a hajó, mint a plafon, gondolom, azt egyből odavertem a hajót, nem vártam meg, hogy kinyíljon. Mert nagy baj nincs. Oké. Még mindig nyílik az a szar. Engedjetek már ki. És kim vagyunk. Ez a piros háló, ez a no flight zone. Ott nem szabad repkedni, azért mert hogy rohadt hangos egy űrhajó, és nem tenne jót a lakosságnak. Oké, behúzzuk a leszállókat. És a végtelenbe is tovább. Kilencven fokot kell megcélozni, ugye? Rosszul emlékszem? Nem emlékszem, hogy 90 vagy 75. Zuhanunk. Something is quite that good. Anya! Baj van! Mi a baj? Miért zuhanunk? Veto módban. Mi az a veto mód? Amikor kirakom a izét? Ezt? Gyorsan kicsapom még miatt. Hiszen... Vertical takeoff. Igen. Jó. Ott mennek a kis hajtóművek fölfele. Hát ez egy indokolatlanul nagy hajó. Azért így egy kicsit nehéz. És meddig érdemes felmenni vele? Hány kilométerre?
10-20. Hű, hát ez jó idő lesz. Felhúzom legalább vízszintbe. És akkor bizony megyünk. Honnan már bírja 90 fokba is. Szuper! Az ingyenes próbában milyen alaphajót kapunk? Itt van most a izé, a... Mi az? Az Expo. És minden nap más hajót kaphattok kibérelve. Nem tudom, hogy mellé mit kaptok pontosan. Hogyha kiszállunk a légtérbe, akkor viszont megnézzük, hogy milyen csomagok vannak, jó? Tetszik a játék, megveszitek a felkiáltó SC-vel, megkapjátok a linket, azon vásároljátok meg. Tiétek a szívem. De geci lassú ez a jó így. Mondjuk tekintélyt parancsló egy ekkora nagy bogárral szép lassan felszállni. Nem kicsi a város sem. Ráhozod az összes energiát a hajtóművekre, nem lesz gyorsabb? Igen, csak túl melegszik állítólag. Mindjárt megnézzük. Nem az összeset húztam rá, csak 81% van. Viszont meg kéne néznem közben a melegedést. Itt ezt át kéne kapcsolni heatre. Menü. Egyelőre még nem trém. Ott most jobb oldalt látjuk a izét, a hőelosztást. Lassan fenn vagyunk 10.000 méteren. 10.000-ről már lehet tolni neki. Ó, a throttle-t az feljebb kell húzni. Ezt el is felejtettem, hogy már a görgővel kell. Nem pedig a W-vel, meg ilyenek. Egy picivel gyorsabb. Lassan megindíthatjuk majd a magaslati vadállatkodást. Na még egy kicsit. 15-től megdöntjük a gépet. Ferasz jól érzi magát. Nek a hajtóművei forgathatóak? Szerintem, hogyha elrakjuk a leszálló dolgokat, szóval elrakom az N betűt, akkor forog magától. Legalábbis én úgy tudom elképzelni. Shift-en nyomok rá egy kis boostot. Jó, most egy kicsit lejjebb veszük a boostot. De hogy felgyulladjon. Hogy felugrottak? Mi a pálykok? Mi? A J megnyomásával forgathatóan? Komolyan? Wow! Na nézzük csak meg. Először is behúzzuk ezt. És J. Hát így igen, így érthető, hogy nem zuhanunk most már, hogy
mondjuk arra néznek a hajtóművek, amelyre kellene, nem pedig le a földre, vagy mármint így mögénk. Még egy kicsi. Jó, és akkor most már csak beforgatjuk. Legtöbb hajónál ével lehet állítani a vétó hajtóműveket. Mekkora király? Jó, hát több időt kéne szánnom erre a játékkal, that's for sure. Nagyon szépen szállunk felfele. Nagyon nagy ez a hajó, nagyon gyönyörű. Ekkora picsája van, oda megy bőle minden. És lőnek ránk már most. Mi a fasz? Menj ma az anyádba, te csöves gyász! Ki lehet ez a szararc? Hopp, megnyomtam a kiszállást. Vedd át a vezetést! Megyek szétlövöm azt a parasztot! Van ágyú ezen a hajón? Istenem, hol a gomba, mivel felmegyek? Ez egyáltalán egy lift? Mind your step. Bazd meg. Hát gyerekek, lehet, hogy zuhanok, de megnézhetjük, hogyan lövik szét a hajót. Bázisugrás. Van egy kis gond. Rohadj meg! Rohadj meg, te srác, aki lövi a hajómat! Az az igazság, hogy a hajónk is zuhan, mert egyre közelebb van. Van valami gond. Én úgy érzem. Szerintetek el tudom kapni a zuhanó hajónkat, és be tudok szállni? Az a paraszt, aki jön. Vagy most a Ferrosz próbál felkapni? Igen, ő próbál elkapni a hajóval. Akkor lehet, hogy igazából nem zuhanok, hanem megálltam a levegőbe. Én hiszek benned, pilóta! Ments meg! Save me! Zuhanok. Ó, oh, ez szomorú. Csak ezek szerint egy gyorsabban tudsz lefele jönni a hajóval. Húj, kicsit lassabban, óvatosan meg fogsz korcolni! Oké, fordítsd a hajót úgy, hogy ne fejje lefele legyen. Meg jével fordítsd át a dolgokat. És fent van egy zsilip. Megpróbálok arra rámenni. Ott van egy érlok. Írja Tomi is. Most gyere hátrébb. Van baj. Most megálltál egy helybe, mi? Én meg zuhanok le. Nagyon magasan vagyunk, hogy ennyi idő szétplacsannom.
Mihály? Látod ezt a várost, a fényeket? Most már 1300 méterre van. Lehet, hogy öngyi leszek. Most próbál megijönni. Kicsit lassíts. Picit lassíts. Fuck me. Hát igen, egyébként egy zuhanó embert lehet, hogy nem könnyű elkapni egy űrhajóval. De biztos, hogy zuhanom. Ugyanannyi kilométerre van a pick-up. Ó, nem. Változik a izé. Táv, akkor én zuhanok. Igen, akkor nem lehet könnyű elkapni egy zuhanó embert. De ilyen lassan zuhanok. Azért ez nem a legjobb. Zuhansz csak nagyon magasan voltál. Oké, én hiszek nektek. Gyere! Gyere, srác! Lassan elkapom a izét. A felhőket. Tényleg zuhanok, ott írja, nézzétek meg. Tik, számol vissza. Ajaj, nem akarok meghalni. Itt vagyok az űrbe, hall a szajon! Élni akarok! Azt mondja, hogy nem fog benni. De próbáld meg! Nem hagyhatod meghalni a kapitányt! Ne már, nem akarok leesni. Ó, ott az expo. Gyere, ez az! Gyere! Azaz! Egy kicsit oldalrásan. Menni fog! Hidd el, én hiszek benned! Ez egyre közelebb van. Yes. Ez nem fog tetszeni! Nem akarok meghalni! Úgy érkezel, mint Tony Stark az expóra. Igen, egy urnában. Ments meg, Feroz! Nem teheted ezt velem! Közben leszopom magam így. Azaz, közel vagy! Már majdnem itt vagy egy karnyújtásnyira, mondta Otto 200 méterre a hajójától. És nagyon jó, most fordítsd meg a hajót, hogy felém nézzen. Menni fog, minimálisan zuhansz te is. Good times. Szerintem egy olyan 15 perc is szétkenődök, mint egy kis fos. Alakul. Nagyon jó ez az. Már annyira nem, egy kicsit át kéne fordítani. 2 perc. Van még 2 percet, hogy megments! 2 perc! Sikerülni, ajaj. Már nem vagyok izébe. Fegyveres zónában. Egyre valószínűbb, hogy szét fogok kenődni a 18-as zónán. Kedves naplom! Nem akarok meghalni! Én fiatal vagyok hozzá! Jaj, ott mentünk a metróval. Hát... Beszúrok magamnak be egy medpent. Hát attól jobban érzem magam.
Mindig, amikor depressziós vagy, csak nyom be egy medpent. A reclaimer alátszállhatna és lassan megállhatna, az is jó lenne. Igen, de nem megy szegény srácnak. Próbált mindent. Ez nagyon nagy csattanás lesz. 20.000 kilométerre zuhanunk? Or something like that? Kilépni nem lehet? Dehogy nem, de hát csak feleibredsz az ágyadba. Mi izgalmas van benne. Most már csak megnézném, hogy milyen lezuhanni ennyi kilométerről. Igen, alám kell rakni a felmosóvödröt, mint a izébe, a mesékbe. És akkor utána kiszállok belőle. De jó lenne, ha túlélném. De jó lenne, ha túlélném. Nagyon lassan esek. Egyáltalán nem esek gyorsan. Nem azért érződik ilyen lassúnak az esés, mert egyébként hatalmasak a dolgok. Lehet, hogy túlélem, bazd meg. De lehet, hogy átveszek a textúrákon. Szerintem meghaltam. Buktam a fegyvere meg a cuccaim? Nem, legalább nem. Na jó, lehet, hogy kihozok egy kisebb hajót. Egy kis gyorsat. Érted? Amini van raktér, de mégis picike. Ilyen kis imádnivaló. Egy dolog, amit nem török szarrá. És nem halok meg. Nem tötted ki a landingért. Azon landoltam, nem láttad? Eldőltem, mint a fos. Vanguard. Vanguardon van raktér? Arra nem emlékszem, hogy béreltem a Vanguardot. Ha nem, akkor kihozom a Cutlass-t. Nincs, de van egy turete. Hát de én el akarok vinni egy csomagot a izében. A Hearthstone-ra. Milyen videókártyám van? 2080 Ti Lightning Z MSI. Tessék, kérdezte, hol vannak a playerek? Hát itt vannak például ketten. Oké. Most már legalább tudom stabilan, hogy hogyan kell elmenni valahonnan, valahol van. Oh baby, olyan gyönyörű vagy, mint egy hering, aki a bolygók körül kering. Mi ez? Az valami reklámfal? Ah, az egy reklámfaj... fal, és éppen egy szóda reklám megy rajta. Tényleg a kórházat megcsinálták már? Nem, a kórház még zárva van. Pedig ezt megnéztem volna. Zone 3... City Flight Transit. Area 18. Itt várják ők is a betrút. Igen, meghalni még szabad, az lesz az utolsó, majd megcsinálják a dolgokat. Hogy klónozhasd magad, meg ilyenek, és hogyha meghalsz, akkor végül... Nem láttam még női karaktert, és már is fintorogsz. Szeres.
Szeres! Szeres! Egy gyönyörű ázsiai nő vagy. Ha szeretnéd, megnyalnám a szemgolyódat. Mennyi player egy helyen? Mindenki egyből rágyógyult a csajra. Jellemző. Nice ass, though. Hello, baby. Nagyon jól áll neked a narancssárga a fehérrel. Meg a kopasz is jól állna. Így sisakban csak azt láttam, hogy nincs hajad sok. Arra a homlokra felférne egy paplovak tetoválás. Pupupiru! Megvan még a küldi, vagy addig baszakodtunk, amíg lejárt. Megvan még. Szuper. Rányomok még egyszer a share-re, hogy biztos meglegyen. Now arrival. Lehet, hogy közben lerakta a hajót a társam. De akkor viszont nem hozunk ki kisebbet, elmegyünk azzal, csak hát ha most nem fognak ránk támadni, hogy kipróbálják az űrbe olyan lépcsőket, amik nem működnek. Igen, de nagyon furán sikerült. Tetszenek ezek a dolgok. Hangar elevators. Az egy repülő ajtó volt. Megnézzük majd a 11-es hangárt, mert tippelnem kell odaférve. Miért buldoklok? Van rajtam sisek? Most már biztos van. Én leszek a kisgyerek, aki meghívja az összes liftet, és azzal fog elmenni, ami a leghamarabb ott van. Fut. Kibaszok veled. 11. Nem gondolod, hogy az én liftemet fogod használni, te csöves? Még páncélod sincs. Lehet, hogy nem a 11-es hangár lesz, mert távolodunk. Bonjour, mademoiselle. Megíratná a srác, hogy hanyos hangár. De az van ideírva, hogy hangár 6-os. Szopat? Ó, szerintem valaki nyomkodja a gombokat és össze-vissza hívja. Oh.
Hát ez nem az én reclaimerem, de ez egy reclaimer. Sweet Ox. Melyiket tudom beszúrni az Oxypent? Szóval egy 9-es. Lehet, hogy nincsen nálam Oxypen. Azt mondja, 9-es hokker. Ez nem-e nagyobb, mint az előző? Hát nem tudom. Őszinte legyen. Fogalmam sincs. Ó, közeledünk. Lehet, hogy tényleg 9-es hangár lesz. 800 méter, 700 méter, 600 méter, 500 méter. Ez lesz a miénk. Tényleg egy kicsit egzotikusra sikerült ez a leszállás, de leszállás. Tam 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 tam. Miért érzem úgy, hogy ez az a cucc, amivel én ki akartam jönni itt? Azért repültem én ki a picsába, mert ezen mentem le. Az utolsó patch notes-ban az volt, Tom, hogy nem fogják resetelni a game-et. Hogyha elolvastad, pont te írtad le. Szóval nem lesz wipe elméletileg, csak hogyha nagyon nagy tré van. Ha valami miatt nem tudják megcsinálni, akkor wipe-olnak. Na hát ez így problémás lesz, de megoldjuk. Kiderül, hogy fel tud-e húzni a textúra felé. Fel. Easy. Bazd meg a kurva anyád! Eltörtem a lábam. Mit csinálsz a hajóval? Tesó! Mit csinálsz a hajóval? Nagyon rossz ezt vezetni. Hát igen. Tedd már le rendesen. Hát ez az űrhajó kúrja a földet! Jó, lehet, hogy menjünk el is. Szerintem hozunk egy másik hajót. Ez még nem teljesen flight ready. Nyomokba flight ready. Ja, benne vagy a pilóta fülkébe és ezt csinálja. Kapcsolt ki az engine-t, azt mondja Tom. Egyébként lehet, hogy akkor ja... Le kéne állítani, hogy ne nyomja felfele. Van benne valami ráció. Igen. Ez volt a megoldás. Na várja. Akkor viszont meg tudom csinálni. Szia, Piro! Ne fáradnék el három lépéstől. Hey, 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 hey! What are you doing, mate? Inkább... Biztos kikapcsoltad? Hát most megint megvadult. Az előbb jó volt. Ja, kiszálltál a fülkéből és megőrült.
Az jó. Akkor húzunk egy másik hajót. A Hammerhead-del szerintem viszonylag könnyen haladtunk. Kihozzuk a Hammerhead-et, az is óriás, és úgy emlékszem, hogy annak is van raktere. Csak most lezúztam a lábamat, az a baj. És mint hogyha elfogyott volna a medipenem. Itt van a medipen, hát akkor... Miért nem nyomja be a medipent? Á, mert ugye C-vel kell. Már is jobb. Mert a Hammerből nem ugrották ki. Így van. Ez tény. Kíváncsi vagyok, szegény Ferosz mennyi idő alatt fog kitalálni abból a hajóban. Kikászi az űrhajó. Azt mondja, hogy Memorial Spaceport. Ja, a kreditet farbolni sajnos még nem érdemes. De 3.8-tól se lesz érdemes? Gondolod te? Legalább pénzt meghagyhatnánk. Pont nem működik ez a izé panel. Annyi. Félsz a Star Citizen-től? Most ingyen ki tudod próbálni. És akkor nem kell félned. Felkiáltója SC Piro. 5. free. Szia Veldurf. 7. hangár. Ez is szerintem egy hölgy, nem? Ha nem, akkor buzi vagyok. Nem merem megnézni. Szerintem pasi volt. Oké. 7. hangár. Jaj, és srácok, kiszállok most a liftből, és tényleg megnézzük a izéket, a kezdőcsomagokat, jó? Mert az teljesen kiment a fejembe, hogy megmutassam nektek, pedig ígértem. Ne, csak visszaírtam valakinek, aki... Utállak. Nyisd ki az ajtót. Tudtam, hogy ez lesz. Léci. Semmi baj, Veldurf, ne vicceljél. Persze, nyugodtan bárki a fizut meg ilyeneket egyáltalán. Hálás vagyok, hogy támogatsz, nem az, hogy még izé... Azé, megvárod a fizóik, hogy szuboljál, ne legyél már buzi. Dehogyis. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem 2-3 év és kész lesz, de a lényeg, hogy biztos kész lesz. Úgy legyen. Én egyre kevésbé hiszek abba, hogy minél hamarabb kész lesz. Én ezt úgy tudom elképzelni, ahogy nézem ezt a projektet, hogy egyre több mindent adnak hozzá. De az, hogy kifejezetten valamikor kész lesz, és azt mondják, hogy ez a Star Citizen, hát ezt nem tudom. Ellenben valamikor megijátnánk valamit decemberbe. Talén 21! Azaz.
jövő héten most már tényleg kiküldöm a leveleket, srácok, meg megcsinálom a Discordra. December 21-én paplovag karácsonyi parti lesz. Szuper jó, szuper zárt körül, szuper berugunk. Fasz a nyereményekkel, csomó PS4-es játék. Xbox One-os játék. Amit meg lehet nyerni. Lamboxok. Mivel ennyire a szívem? Hát egy helybe állok. Objective withdrawn. Bazd meg, most járt le. Ja, addig baszakodtam, amíg lejárt. Na szóval, delivery. Szal 2-ből el kell vinnünk Hurstonba. Kész. Ha jól emlékszem, erre volt a parancsnoki fülke. Szerintem rossz irányba indultam. Aha, igen. Stellaris, uramatyám, az zseniális ez a játék, és tök hülye vagyok hozzá. Pedig azzal is szívesen játszanék. Egyszer kipróbáltam, mert megkaptam valakitől, úgy emlékszem. Nagyon tetszett, de annyira ostoba vagyok hozzá, hogy ezt nem tudom elmondani. Gyere tesó, menjünk le a lifttel. Let's do this. Houston, van egy kis gond. Megint nem tudok kiszállni belőle, bazd meg. Ez az, amiből nem tudtam kiszállni, és én ezt elfelejtettem. Valami nem jó, anya. Valami nem jó. Semmi. Nem működik. Nem tudok kiszállni ebből a hajóba, akárhányszor szállok be. Arra tudok gondolni, hogy esetleg a ruha miatt, de hát most bele van bagolva egy ilyen darab szar az arcomban. Á, Istenem. Jó van, lehet, hogy mára nekem elég ennyi a Star Citizenből. Egyébként tudom ajánlani a játékot, mert jó, és ezek új hajók még így vannak benne, hibák, de van vagy 100 hajó. Szóval, hogyha nem ezt a kettőt nézitek, akkor minden rendben lesz. Nézzük meg a csomagokat, amiket ígértem nektek, hogy milyen csomagok vannak, meg tudjátok nézni. Látjátok itt a single player, a Squadron 42, és ez pedig a Star Citizen. Azt mondja, hogy play now, alpha. $45 starter pack van, meg van egy felturbózott starter pack, ami egy felfedező hajót tud magába. Lifetime insurance-el, ami kurvára megéri. Jó, srácok, ez éri meg. Most így megnézem, van $45, vagy még 3000 forintért többért megkaphatjátok azt, ami lifetime insurance-el van. Az azt jelenti, hogy élettartam garancia van az űrhajón, nem fogod soha elveszíteni. A lifetime insurance az egyik legjobb dolog a világon. Jármeli a Sepland Hunter, a felfedező hajó, és 1000 UEC. Én ezt tudom ajánlani így hirtelen, de egyébként, ha bármi más vesztek, akkor sincs a baj. Itt van a Mustang Alpha, tök jó. Annyi, hogy 3 hónap gari van rá, elég az, hogyha letelik a 3 hónap, akkor játékbeli pénzt kell farmolnod ahhoz, hogy visszakapd a hajódat. Szóval nem a világ vége. De nézzük meg. Van Answer the Call. Most akciós minden. $20 $45 helyett megkapjátok a single player részt is. Hogyha érdekel titeket a single player rész, amiben benne lesz egyébként Mark Hamilltől elkezdve Henry Cavillig mindenki, akkor $20 az megint csak megéri. És nem lehet több
csomag közül választani, mert szerintem, de igen, itt a Play Store, és itt meg tudod nézni a game package-eket. Ezek az, amikkel gyakorlatilag bejutsz a játékba. Van standalone package, azt nem éri meg megvenni, mert az csak a játék, és nem jár hozzá semmi. Ugyanazon az áron tudsz venni magadnak vagy egy Aurórát, vagy pedig egy Mustang Alfát. Állítólag most már az Aurora jobb, mint volt. Én még mindig azt mondanám, hogy nekem jobban tetszik a Mustang, ettől függetlenül ne. Viszont itt van a nagyon jó árás. Lifetime Insurance-es Anvil Pishes 65 rúpiáért, ami nagyon-nagyon jó hangzik szerintem. Szóval ezt tudom ajánlani, de bármelyiket nyugodtan. Ez a játék olyan, hogy egy milliárd év mire el fog készülni. Hogyha egybe akarjátok mind a két játékot, meg a felfedező lófaszt, akkor most akciósan $95.25 lehet megvenni. Ti tudjátok. Ez egy egyben nagy összeg. Kérdés, hogy akartok-e egybe egy ekkora összeget fizetni, vagy sem. Itt meg a határa csillogoség. Azért ne vegyetek nagy hajót. Értem, hogy hirtelen most mindenki a legnagyobb péniszt akarja, mert neki mondjuk van sok pénze, és megteheti, mert ezzel támogatja a fejlesztést. De, hogyha a legkisebb fosadék, okádék hajód is van, akkor is meg tudod venni majd pénzért a legnagyobb, legdurvább hajót, és játékbeli pénzért. Szóval nem kell rá költened. Nem kell rá költeni. Elég megvenni a teljesen alapcsomagot, és utána, hogyha játszol és tetszel, akkor úgy is lehet fejleszteni. Vagy pedig a másik dolog, ott van a CCO upgrade, mondjuk veszel magadnak egy ilyen hajót, ami 57-15-ben volt, és nem akarsz várni, hogy kifarmolt, hanem te rájöttél, hogy útközben nekem nagyon tetszik mondjuk a Cutlass Black, ami 146. És akkor fogod, és be tudod olvasztani a hajódat. És azt mondod, hogy visszakapod az $57, és csak a különbözetet fizeted ki. Alias, tudsz úgymond részletre is hajót venni, mert mindig upgrade-elsz mondjuk egy kicsit, mert hogy neked az az álmod, hogy egyszer megvedd magadnak a Constellation Andromédát, ami 350, de mondjuk te havonta csak $50 keresel, amit félre tudsz rakni. Akkor ezt meg tudod ezt venni, utána abból upgrade-elsz majd a izére, a $100-osra, utána arról a $150-osra, utána arra a $200-osra, aztán majd időben 350-re. Szóval hát. Mennyi lehet általában a partabban játszani mondjuk egy hajón? Azt tudom, hogy a maximum majd idővel 80 lesz. Hát a legnagyobb hajó, a legtöbb férőhelyes hajó. Tom, nem tudom, hogy itt vagy-e még. Max crew 8 felett. Ez 14 fős. Itt van a Javelin 80 fős. 8 fő, 9 fő. 28 fős az Irdis. 8 fő, 8 fő, 10 fő. Hát, most amíg ki van a hajó, az azt mondanám, hogy mennyi a izé, a Hammerhead. 9 fő. 9 fő talán az, amit kényelmesen elbír egy hajó, hogyha mindenkinek megvan a feladata. Szóval lehet ezzel bőven játszani. Mondom, hogyha érdekel titeket, még egyszer azt mondom, felkérte SC, viszont most csodálatos 2 óra 34 perc van. Én azt mondom, hogy váltunk egy játékot, és elmegyünk, lolozunk egy kicsit, jó? A YouTube videót pedig lelövöm, szóval, ha YouTube-on nézted, akkor még valószínűleg mindig tart ez a dolog december 5-ig. Ma fogom feltölteni a videót, szóval